Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, hát a mai vendégemmel én otthon home office, tehát a vészterhes időkben home office munka közben találkoztam utoljára, hiszen készülőben van a fehérvári beszélgetések portrékötet negyedik része, és Tüskös Sándor és a szeretet misztériuma, ugye ezt az alcímet adtam annak a résznek, amely Tüskös Sándor a Vörösmarty Színház művésze volt, és a beszélgetés apropójához hozzátartozik, hogy az elmúlt héten pedig felhívtam őt, mert szerettem volna megkérdezni, hogy a három lánya és a feleségével együtt hogy töltik a napjaikat, mindennapjaikat, a bezártságot hogy bírják, és emellett pedig az elmúlt héten láthattunk egy remek otthoni videót, ahol Leányfaluról közvetítette egy rövid felvezetés, ennyi volt egyébként. No, aztán a beszélgetésünk úgy alakult, tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntelek téged, és minden néző. Hogy már kerestük egymást, és nehéz szívvel mondom ki, hogy bejelentetted, hogy 15 esztendő után megválsz a Vörösmarty Színháztól, a Színház Társulattól. Még hozzáteszem, hogy én az utolsó gondolat az úgy szól ebben a könyvben, hogy szép színházi estét kívánok neked, Leányfalu asszonyának és lányainak, Bernadettnek, Bíbornak, Borának és Blankának pedig, minden színházrajongó székesfehérvári nevében boldogságot, így csupa nagybetűvel, valóban nagybetűvel írtam a könyvben. Jó, szép mondatot. Nos, kösz. És akkor jön ez a történet. Igen, azt gondoltam, hogy ez majd ünnepélyes keretek között történik. Szerintem most beszélek erről először nyilvánosan. Majd egy társulati ülésen, vagy egy záró társulati ülésen fogom ezt elmondani, ahol ott lesz a sajtó, például te. De hát ez a vírus miatt nem így történt, és most, amikor beszéltünk, akkor jött az ötlet, hogy akkor most búcsúzom, vagy most lesz ez az ünnepélyes bejelentés. De nem szeretek én ezzel foglalkozni így, hogy ez ennyire ünnepélyes, mert kicsit eltartom magamtól. Biztos azért tartom el magamtól, és azért nem akarok erről hosszan beszélni, mert így oldom meg azt a rossz részét, hogy valami lezárul, valamitől elválok, megválok. De tény, hogy el fogok menni most a színháztól, igen, ez egy hosszú gondolkodási folyamat vége. 3-4 éve gondolkodom rajta, és igen, most már megbeszéltem az igazgatómmal, és jövőre már nem leszek a társulat tagja. Rögtön előre bocsátom, és mindenki ezt kérdezi, hogy mi a baj. Nincs semmi baj, nem vesztem össze senkivel. Igazából nagyon jól érzem magam Fehérváron. És erről beszélek, hogyha most lehet, vagy... Igen, akkor most erről? Megragadjuk az alkalmat. Igen. Igen. Tehát kezdjük azzal, hogy 36 esztendős voltál, ebből kitalálhatják az emberek, hogy 15 esztendő után távoztatott, most töltötted be az 50. születésnapodat, amikor megérkeztél. Azóta nagyon sok minden történt. Ez 15 év, másfél évtized egy színészi pályafutásban, az sok egy helyen, vagy neked volt sok? Szerintem sok, azt szokták mondani, hogy 7 év, vannak ilyen szabályok, de ezekre nem is nagyon figyeltem soha, mindenkinek máskor érkezik ez el szerintem. Nekem valamikor egy olyan mondom, hogy 2-3 évvel kezdődött ez az egész, és sok tud lenni, mégiscsak nehéz erről beszélnem, megpróbálom összefoglalni. Igazából itt lettem színész, ha végig gondolom a 15 évet, 36 évesen jöttem ide, ami egy kicsit úgy tűnik, hogy 36 évesen akkor nem voltál színész, szerintem nem voltam olyan színész, mint amivé itt váltam. Szoktam mondani viccesen, hogy majd elmegyek azokhoz a nézőkhöz, akik engem 36 éves korom előtt láttak, és majd kifizetem a színházjegyeket nekik, mert szerintem azok, nekik még vissza kell fizetni, és 36-37 után már nézhető vagyok, pénzért is. Ez volt a vicc része. Szóval igen, itt lettem színész, nagyon fontos volt ez a 15 év, nem tudom másnak melyik 15 éve fontos, nekem ez ezért volt főleg fontos, mert itt lett belőlem szerintem igazán színész, és itt váltam azzal, aki végül is a pályán lettem, ami szerintem fontos egy pályán. Ezek azokat a szerepeket itt játszottam el. Nagyon fontos lett a város, ezt is el kell mondanom. Ez egy furcsa dolog, ha az ember nem ott lakik, ahol dolgozik, akkor másoknál is ez biztos egy furcsa érzés, de egy színésznél különösen, mert hogy a munkahely nem csak egy gyárat jelent, vagy egy munkahelyet, ahol bejárok reggel és hazamegyek, hanem nagyon erős kapcsolatom van az emberekkel a színház miatt, és nagyon sok embert hagyok itt, nem csak egy munkahelyet, nem csak ezt a kollektívet, ahol dolgozom. Ez egy külön
fejezet, akikkel dolgoztam, nagyon erősen kötődöm hozzájuk, nagyon sok barátom lett, hanem azokhoz is kötődöm, akik engem néztek, akiknek játszottam. Ez egy nagyon furcsa állapot, ez a sok ezer ember, de akiket nem is ismerek nyilván személy szerint, vagy nem mindet ismerem személy szerint, de őket is itt hagyom, és ettől nagyon személyes egy ilyen búcsú. Nem csak egy munkahelyet hagyok ott, utcákat, hanem nagyon sok embert hagyok itt, akik nyilván nem tudok elbúcsúzni, vagy itt most meg tudom ragadni az alkalmat, és meg tudom nekik köszönni mindazt a sok-sok szépet, meg szeretetet, amit kaptam. Nagyon nehéz ilyen nagy szavakat mondani, meg nem is szeretek nagy szavakat. Tehát a 7 évet megdupláztad. Hát mégiscsak nagy szavakat kell. És méltósággal tetted, hiszen ha csak az elmúlt időszakot nézzük, akkor fantasztikus szerepeid voltak. Tudom, hogy aki keveset jár színházban, annak az nem tűnik fel, de nekünk viszont igen, hiszen főleg aki végigkísérte a pályafutásodat, mint jelen esetben én, hogy tudom, hogy 22 esztendősen, tehát meglehetősen későn gondoltál el arra, hogy színész leszel, és akkor Nyíregyházán át egy kis szabadúszás, vagy ahogy te fogalmazol pontosan, hogy a szabad fuldoklásban is éltél. De nekünk 2012 óta, tehát az új színházi éra, sőt, még hát nyilván előtte is a Szurdinál, Quintus Konrádnál is így volt ez, hogy fontos volt. De ugye, amikor azt mondtad, hogy 7 év az egy vízválasztó egy színész életében, már akkor is gondoltál rá, hogy ideje lenne? Nem. Ezt kérdezték tőlem az utazás miatt, hogy bírom ezt a... Erről beszéltem a múltkor, nem akarok unalmas lenni, de ezt mindig elmondom, mindig fölmerül, hogy 100 kilométerről járok ide. Ezt kérdezték mondjuk 7 évvel ezelőtt, hogy amikor elkezdtem ezt a Leányfalu-Fehérvár vonalat csinálni, nem éreztem. Egészen sokáig semmit nem éreztem. Nyilván halmozódik, hogy az embernek egy hete torlódik, és vasárnapra kipurcan, valószínűleg, hogy ez is torlódik, és hiába pihenem ki magam, és hiába merítek új erőket, ez rakódik, és egyszer csak ez kidobódik. De azt hiszem, nem ez volt a fő motívum, hogy én elfáradtam a 100 kilométerben, ezt az ember bírja. A fő motívum az ebben az egészben, és a legerősebb, hogy tovább akarok lépni, mást akarok csinálni. Ez 50, amit mondtál, hogy tavaly voltam 50 éves, ugye? Tavaly, igen, idén már 51 leszek. Hogy az is egy erős pont volt ebben, körülbelül láttam, hogy ha most 50 vagyok, mi történik 60-ig, ha itt vagyok, mik azok a változások, és mivel jóban vagyok mindenkivel, szóval most mondtam a Szikorának, mivel nem fogtok kirúgni, mert tök jól érezzük magunkat, nem fog megváltozni az életem, ha csak én nem lépek valamerre. És ezt az érzést, ezt a feszítő érzést, ezt érzem, hogy tovább kell mennem. Ezt mindenki megkérdezi, hogy akkor miért. Van ilyen, hogy az embernek akkor kell lépni, amikor jó, ez az első az életemben, amikor nem kényszerítenek. Színészbarátaid és nem színészbarátaid latba vetettek mindent azért, hogy meggyőzzenek, hogy mégiscsak itt a helyed? Vagy tudták, hogy ha te eldöntesz valamit, hiszen az előéletedből, amiről már azért számtalanszor beszéltünk, az bizonyos, amit eldöntesz, az úgy van? Nem vagyok egy ilyen határozott ember szerintem, aki, ha valamit eldönt, az úgy van, de ezeket a mondatokat elmondtam nekik is, és megértették. Hogyha én hosszan el tudom mondani, mint hogy most van időm erre, és alá tudom támasztani, akkor azt érzik, hogy ez egy megfontolt döntés. Most egyébként 3 éve volt egy ilyen kirohanásom a Jánoshoz, Szikorához fölmentem akkor is, akkor nem volt ilyen megfontolt bennem még ez, és elég hebrencs módon csak el akartam valóban menni. Nem volt ez így alátámasztva, akkor nagyon sokat beszélgettem a Jánossal, és ezt köszönöm neki, hogy akkor nem engedett, vagy elmondta, hogy ez nem így van, Sanyikám, hogy csak így beugrunk a nullába. De most eléggé végig gondoltam már ezt az egészet, és megértik mindenki. És látják. De ez nem egy vanban fuldoklás. Hogy micsoda? Vanban fuldoklás. Ja. Tehát egy szituációban, igen, egy törekvés, igen, arra, hogy azt elfelejtsd. Mert van mit elfelejtened egyébként? Vagy pedig olyan gondolatokkal távozol, hogy én megtettem mindent, és mindenkinek megadtam mindent, és abszolút tiszta a lelkiismeretem. Tiszta a lelkiismeretem, olyat nem érzek, hogy már a kollégáim felé? Igen, vagy a pályán, tényleg. A szerepeim, akár a munkám? Pályán, így van. Nem, ott mindent beletettem. Ha nem sikerült, akkor nem azért nem sikerült. Elég lelkiismeretes vagyok, tehát ilyen problémám nincs. Nagyon sok embert hagyok itt, ezt már mondtam, ami nagyon kemény lesz. Nem is például a Juhász Illés, akivel együtt öltöztem most, hanem is 15 évig, de
Hát 6-7-8 éve biztos, de lehet, hogy 10. Csak nagyon gyorsan mennek az évek, és nem nagyon tudom számolni. Ilyenkor van késztetés az összegzésre? Hogyne. Persze, persze. Így, hogy most el szoktad mondani, hogy miket játszottam. Pörgetem a 15 évet, hogy hogy kezdtem, mikor idejöttem, kikkel találkoztam, miket játszottam, milyen új tagok jöttek a társulatba, kivel milyen viszony volt a társulatban. Tehát ezt mind-mind átgondoltad? Egyedül tetted ezt, vagy beavattad a családot? Az első pillanattól kezdve tisztában voltak azzal, hogy milyen terveid vannak? Beavattam őket, szüleimet is, a páromat is mondogattam, igazából a kollégáimnak is mondogattam, több éve mondogatom. És most, amikor mondtam, most is azt válaszolták, hogy persze, Sanyikám, te szoktad mondani. De a döntést én hoztam egyedül meg. Tehát amikor odaálltam és azt mondtam, hogy eljövök, az senki nem tudta így konkrétan a családból. Ugye ez az egzisztencializmus alapja egyébként, tegyük hozzá, Sartre-féle egzisztencializmus alapja, mert döntés felelőssége. A döntést választottad, vagy az önmegsemmisítést? Te a döntést választottad. Voltak azért ettől függetlenül álmatlan éjszakáid? Hiszen hiteles embernek ismertünk meg, tehát akik mindig kimondta a véleményét, mindig kiállt a véleménye mellett, jó döntéseket hozott, hiszen nem csak a szakmai rutin, hanem az emberi tisztessége is erre hivatta. Nagyon jós vagy, hogy ilyeneket mondasz rólam. Voltak egészen addig, ameddig meg nem hoztam a döntést. Furcsa módon nem attól lett probléma, hogy hoztam egy nehéz döntést, és ez rossz. Mindig az a nehéz, amikor nem döntünk, és nem mondjuk még ki, és kettő között vagyunk. Ahogy kimondtam, már jobb lett az egész. És van egy erős irányom, nem titok, hogy ilyenkor megkérdezik, hogy de miből fogsz élni, rögtön ez volt a kérdése sok embernek. Van egy színházunk a párommal, Nyári Dettivel, egy gyerek színház, gyerekdarabokat hozunk részt a gyerekeknek, és azt nagyon erősen meg szeretnénk nyomni, hogy abban nagyon sok energiát fektetnék jövőre. Nem szerződök el sehová, ez is egy fontos momentum. Tehát igen, ezt mindenképpen megkérdeztem volna későbbiekben. Igen, nem felhívtam egy színházat, hogy én jönnék, és jöhetek-e hozzátok. Ez is azt mutatja, hogy jól éreztem magam. Tehát nem arról volt szükségem, hogy egy másik színházban, egy másik társulatban játszak, hanem ebből a fajtából elmenni másként színésznek lenni. Ez volt a vágyam. És ezért nincs is színház, és nem is akarok. Valószínűleg most ezután, a társulat után nagyon nehezen tudnék alkalmazkodni egy új társulatban, egy új társulathoz. És nem is vágyom rá most. Ugye Sipos Gyula azért megmarad nyilvánvaló, persze, ha ez a film befejeződik. Tehát Burján Zsigmond filmjére gondolok, a második része Csak még egyszer előre után, hiszen Sipos Gyula parancsnok alakját te személyisíted meg. Vannak egyéb terveid, hiszen az említetted, hogy foglalkozott, de gyerekdarabokban játszottál, tehát ez nem új. Ez nem új, de ugye ez egy saját színházunk a Dettivel, ez nem a Vörös Marti Színház produkció, ezt mi hozzuk létre ketten, és akkor ezeket a darabokat nyilván szeretném máshol is játszani. Ezek mindenképpen tervek, bár most ugye ez már nem szenzáció, amiről most beszélek, mert ugye a vírus keresztül húzott nagyon sok mindent, és furcsa módon, amikor meghoztam ezt a döntést, ez két hétig volt szenzáció a színházban, utána rögtön már lecsengtem, és tök jó, és ez így helyes, hogy a vírus lett a fontosabb, sajnos, ez egy negatív hírek, de ez lett a fontos, és ezért nagyon nehéz is most tervezni nekünk színházat, mert hogy a színházak ugye leálltak. No, akkor egy kicsit beszéljünk a szerepeidről, mert azért ugye azt tudjuk az előző beszélgetésből, talán megjegyezték a nézők, nagyon sokan nézték egyéb iránt, hogy tulajdonképpen a népszínházi ív az megvolt a te szerepeidben is, hiszen Jószerivel az összes Bagó Berci rendezésében ott voltál, Hargita Iván, Szikora egyaránt tehát foglalkoztatott néz voltál. Ha így összevetjük azzal, amit vártál az elmúlt 7-8 esztendőtől, akkor az egyébként beteljesült? Az elmúlt 3-4 év mindenképpen. Azt hiszem, amikor elkezdődött az új igazgatás, ott az elején azt hiszem kicsiket játszottam. Igen, hát ott a Bizánccal kezdődött, a Téd Laszkarisz voltál, aztán Lili Bárónőben Boncidai Elemér. Igen. Tehát azok a karakterek, amelyek egyéb iránt illenek hozzád. Igen, de ott mindenképpen kisebb szerepeket játszottam, erről beszéltem is velük. Így van. Ezt meghallgatták, hogy erről tárgyaltunk, és szerintem az elmúlt 3-4 évem az,
az mindenképpen sokkal jobb. Annál is inkább, hiszen a Herner Ferike fatterja, ugye beszéltünk arról mi, hogy a kortárs darabokat azért kedvelett, tehát azokat az absztrakt megoldásokat, amelyeket én azt gondolom, hogy a H. Jánostól kezdve, ugye Tasnáditól kezdve mindenki a sajátjának érez. Tehát a Herner Ferike fatterja például Bagó Bertalan rendezésében az ilyen volt, az nagyszerű volt, de amikor beszálltál a Kamil Mese a Látóhegyről darabjába. Ó, persze, az például az dubickolás volt valóságosan. Ezeket nagyon szeretem. Ez volt a jó irány. A színház részéről, a ahogy kortárs, használ engem? Igen. Szerintem igen, de bennem Isten bizony nincsenek ilyen kívánságok, hogy milyen darabokban játszani. Ezt teljesen őszintén mondom. Soha nem is volt, és soha nem is lesz. Szerintem ilyen színész vagyok. Nagyon sok mindent ki akarok próbálni, mert ki szeretnénk, énekelni nem tudok. Azt ne várják tőlem. Vagy ha énekelek, akkor ott csúszkálni fogok. Mert arra gondoltam, hogy ugye a régi módi történet, tehát már azt mondtuk, hogy a kortárs darabok, a régi módi történet, a Szabó Magda az egy remek darab volt, mondjuk, tehát nem kortárs, ha úgy tetszik, viszont a Murakami Haruki a Kafka tengerparton az egy pazar, és a szereped is jó volt, igen, ahol igen. A közeleg az időben John szerepe nem különben, és ha tovább megyek, akkor ugye a Mercedes-Benz az... Tehát Eszterházi... Széles a paletta. Hogy nagyon ne? Széles. Hogy nem volt. Nem és akkor a Vágy nevű villamos nem különben, az én kis hűtőkamrám az adja magát, tehát az a Pomera, amit már ugye Novák Eszter rendezett. Tehát ilyen értelemben akkor bejöttem ez az elmúlt 3-4 év, ugye? Mindenképpen. Ettől féltem is, hogy esetleg félreértik ezt a lépésemet, és pont azok után, hogy jókat játszom, meg színes a paletta. Ez rosszul néz ki, de megértette a János is, és nem volt félreértés az ő részéről sem, hogy egy ilyen helyzetből valaki elmegy, mert megértette ezeket a szándékaimat. Mi lesz az, ami igazán hiányozni fog? Emberek. Mindig. Biztos, hogy nem szerepek. Az is hiányzik, ha az ember nem játszik. Esetleg most lehet, hogy pár évig nem játszom majd felnőtt darabokban, úgynevezett felnőtt darabokban. Lehet, hogy a mesevonal olyan erős lesz, hogy átbillen a mérleg. Egyik serpenyőiben majd csak gyerekek lesznek is. De az szerintem az nem olyan erős, hogy nekem majd nem tapsolnak esténként, anélkül ki lehet bírni. Most ezt mondom, aztán majd mondok mást, hogyha nem így lesz, de most úgy gondolom, hogy anélkül kibírom, az emberek, akikhez kötődöm a munkám miatt, a nézők. Ez egy furcsa dolog, mert a fehérvári nézőket, ahogy mondtam, nem ismerem személyesen, mégis van egy kapcsolatom a fehérvári nézőkkel. Még akkor is, hogyha nem ismerem őket személyesen, és nem tudom őket megnevezni. Nagyon sok arcot ismerek az utcáról ennek ellenére. És ők is fognak hiányozni. Tudom azt, hogy amikor belépek egy térbe, és játszom, akkor ismerősöknek játszom. Nem azért, mert tudják, hogy ebből poén lesz majd, mert a Tűzkő így játszik, és már előre röhögnek. Nyilván ez is egy kényelmes állapot egy olyan színházban, ahol ismerik az embert, és nem kell megküzdenem majd minden mondatomért, hanem azért is, mert éreztem azt a szeretetet, azt az őszinte szeretetet, amit 15 éve itt kapok, az biztos hiányozni fog. De majd sokat jövök, ez a terv. A lányait boldogok? Igen. Igen. Azt el tudom képzelni, de igen. Tényleg. Ha lehet ilyet mondani valakire, hogy ez nyilván, az ember hogy boldog. Eddig is boldogok voltak, hát nincs ez... kétségem felőle, igen. De ők hogy fogadták? Nyilván a koruknál fogad, ez másként gondolják. Egyáltalán megértik, hogy most egy új korszak következik a család életében is? Hihetetlenek, mikor mondok nekik valamit, ez most egy nagy mondat lesz, figyeljetek, egy nagy döntés előtt állok, elmondom nekik, és bólintanak egyet, és tovább rohannak. Tehát ők mindent elfogadnak. Tehát ízig vérig mai gyermek. Valószínűleg a szülő az olyan, hogy amit mond, azt elfogadják, és egyébként jónak látta a legnagyobb lányom, azt hiszem. Sőt, mindegyik. Hogyha azt mondták, ha így látom jónak, nyilván megbíznak bennem, megbíznak a döntéseimben, azt mondták, hogy ha így látom jónak, akkor ők ezt támogatják, és tök jó lesz, majd apa meglátod. Tehát akkor ilyen értelemben egy rövid idő elteltével megint csak minden egyes napod ünnep lesz. Mondhatjuk ezt így, kimondhatjuk? Mostantól? Mostantól. De miért mostantól? Mert... Abban az értelemben, hogy most meghoztad a döntést, egy új életet kezdesz, tetszik, nem tetszik, ezek nem csak pusztán nagy szavak és jelző szerkezetek a részemről, hanem valóban új életet kezdesz. Tehát színművész maradsz, színész maradsz egy más közegben, egy olyan csapattal, amit magadnak választottál, olyan darabokkal, olyan játékokkal, amit lelked jobbik felével együtt. Így ünnep. Az újdonság izgalmának az ünnepe. Fogalmazunk akkor így. Mindenképpen. És ki lesz ebben a csapatban a rendező?
Mert hogy nem az élet, az bizonyos. Mind a ketten. Mind a ketten. Igen. Ha ki kell írni, akkor engem szoktunk írni. Mert a párom ő díszlet, báb készítő például. De ezt együtt csináljuk. Jó. Egy üzenetet így... Utólag? Ezek a nagy mondatok. Ezek a nagy mondatok, igen. Hát mindenképpen a nézőknek, ugye? A nézőknek, akik néztek engem itt 15 éve, nekik üzenem, hogy nagyon köszönök mindent. Fantasztikusak voltak, és bármilyen hihetetlen, ezt mindig mondom, de ezt most is elmondom, hogy ez a színház dolog, ez csak úgy tud működni, hogyha ott ülnek nézők, és mi egyedül semmit nem érünk a színpadon, és bármilyen hihetetlen, de ez két azonos fajsúly. Még akkor is, hogyha mi többet mozgunk meg, kiabálunk és ordítozunk a deszkákon, nagyon fontos az a közeg, aki ezt beszívja. És ez nem működik a kettő nélkül. Egyszerre. Csak egyszerre. És nagyon köszönök nekik mind. Nagyon köszönöm, hogy néztek. És nagyon jó volt nekik játszani. Nos, tehát akkor tovább a Tűzkő Sándor és a Szeretet Misztériuma egyrészt, és akkor keretbe zárva a történetet. Hát, kedves Sándor, szép színházi estéket kívánok neked Leányfaló asszonyának és leányainak, Bernadettnek, Bíbornak, Borának és Blankának, pedig minden székesfehérvári színházi ember, színházrajongó nevében boldogságot, így csupa nagybetűvel. Köszönöm, hogy itt voltál nekünk, velünk. Én köszönöm és mindent. Szép évet, éveket kívánok mindannyiunk nevében. Köszönöm. Viszlát szépen mindenkinek. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Tűzkő Sándor volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!